Gyöngyösre mentünk el, ahol egy egykor kultúrházi épületből, amely teljesen romokban hevert, egy gyönyörű szép iskola óvoda készült el, egy teljesen felújított épület, ahol nagyon jó, korszerű, megfelelő körülmények között nevelődhetnek majd, és oktatásban is részesülhetnek a helybéli gyerekek. Mindenki nagy öröme ez, tehát a szülők öröme és a gyerekek nagy öröme, az ott dolgozók is nagyon örülnek ennek, és hát ezzel a közösség megerősödik, az oktatás rendkívül fontos, az anyanyelven való oktatás is, hiszen ez egy magyar iskola, óvoda. És végül is, aki iskolába, meg óvodába ruház befektet be, az a jövő befektet be, hiszen ezek a gyerekek, amikor elvégzik az iskolát, majd szakképzést, képzést kapnak, felsőfokú képzést, ők a jövő generációja, és attól, hogy milyen nevelésben, milyen oktatásban részesültek, és milyen körülmények között is függ az, hogy milyen lesz ez a generáció, hogy milyen lesz a jövő. Mi azt szeretnénk, hogyha Kárpátalján a jövő szép lenne, mi azt szeretnénk, hogyha a mi közösségeink életképesek lennének, és mi itt Kárpátalján a kárpátai magyarság nyelvünket, kultúránkat meg tudnánk őrizni, ehhez pedig szükséges kinevelni azt az intellektuális és szakmai elitet, aki ezt a nemzetrészt képes működtetni és megtartani. Úgyhogy hosszú távon ez a cél, és ezt ezzel az átadással és ezzel az új épületnek a működésbe lépésével elősegítette a magyar kormány és a helyi közösség is, amelyik sokat tett azért, hogy itt ez az iskolóvoda felépüljön. Itt pedig most egy lakossági fórumra került sor, ahol a nagygerjőci érdeklődő választópolgárokkal találkoztam, és elmondtam azt, hogy mi az én választási programom, mi az, amit én szeretnék elérni, hogy szeretném képviselni Kárpátalját, Ungvidéket és a Kárpátalján élő kisebbségeket is Kijevben, és hogy miért fontos az, hogy legyen olyan képviselet, amelyik valóban az emberekért, a közösségért áll ki, és szolgálatnak tekinti, méltósággal végzett szolgálatnak a közösség érdekvédelmét, nem pedig öncélú okokból megy oda, és nem az a célja, hogy a népét szolgasorsba döntse, mint sajnos sok politikus megtette ezt Ukrajnával, hiszen ez a hatalmas ország, amelyik minden természeti adottságokkal és humán potenciállal is rendelkezik. Sajnos Európa legszegényebb országa, sajnos itt a legnagyobb a korrupció Európában, a legrosszabbak az utak. Ezen gyökeresen változtatni kell, egy teljesen más politikát kell csinálni, ennek a teljesen más politikának vagyok a híve, és oda kerülök, akkor biztos azokkal fogok szövetségre lépni, akik ezt az országot teljesen át akarják formálni és alakítani, és Kárpátaljának, mint régiónak nagyobb önállóságot biztosítani, hiszen ezen a csodálatos vidéken mi itten jó meg kell, hogy éljünk, ez egy kis Svájc kell, hogy legyen, de hoz nekünk az kell, hogy ami itt van, azok az értékek, azok a kincsek, azok a miénk is legyen, és nekünk abból hasznunk legyen, saját gazdái legyünk a gyönyörű szép vidékünknek, földünknek, természeti kincseinknek, hogy mi itt egy jobb élet lehetőségét most megteremtsük, majd ezt a jobb életet a ma még fiatalok élni tudják, és olyan pozitív jövőképet lássanak, ami őket itt szülőföldön tartsa, hogy ne vándoroljanak el, és a jobb életkörülmények megteremtésével pedig az elvándoroltak egy részét is visszaéljük, visszacsaljuk. Ez a célunk, ezért dolgozunk.